Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Bonyhád, de talán az egész völgység egyik kulturális és turisztikai érdekessége a Bonyhádi Völgységmúzeum. A szakmai stáb igyekezete arra irányul, hogy a terület néprajzi és népművészeti és helytörténeti hagyatékát a látogató elé tárja. A Bonyhádon működő Völgységi Múzeum területi múzeum. 1992 óta tájmúzeum, gyűjtőköre a néprajzot, a nemzetiségi néprajzot és a helytörténetet foglalja magába. Bár nincsen régészeti szakága, ennek ellenére az elmúlt évek építkezéseinek kapcsán olyan leletek kerültek elő, melyek nem maradhattak kiállítóhely nélkül. Látogassunk most körbe a gyűjteményben. Ez éppen a 2016. október 1-én felfedezett gótikus templomnak a belső terét imitálja, illetve hát egy hónappal a feltárás után már a külső rekonstrukció is elkészült. A várak, templomok, a középkori völgységben ez a teremnek a neve, tehát itt lényegében mondjuk azt, hogy a Árpád kortól a török korig terjedő időszak van megfogva, és a harmadik terület pedig a búcsújárulhelyek, tehát várak, templomok, búcsújárulhelyek. A régészek azt mondják a völgységre, hogy akárhol valaki ás valamit a kertjében, biztos, hogy talál valamit. Tehát a Dél-Tolna igen gazdag régészeti leletekben. Amikor a bonyhádiak egy új hidat és utat építettek a hatoshoz, akkor derült ki, hogy van itt egy gótikus templom, addig nem tudtunk róla. A gótikus könyvsarok veret, a szép aranyozott elem pedig az Óhegy, az iváni bencés apátság egyik relikviája. A pénzek, amiket látunk, pedig hát ilyenek lehettek. Akkor még a 16-os feltárásból nem kerültek elő pénzleletek, illetve előkerültek pénzleletek, csak nem lettek beleltározva. A numizmatikai gyűjteménybe emeltük ki azokat, amelyek itt a templom feltárásnál előfordulnak. A mezővárossal álló Bonyhádon például az ipar és a kereskedelem is jelentőssé vált. Végül is én úgy fogalmaztam, egy új vaskor születik a 19. században, és ez a falvakban, kovácsműhelyben jelenítődik meg. A városias Bonyhádon pedig a vaskereskedők üzleteiben. Tehát egy új vaskor. A modern vaskor egy eléggé széles alapú kisiparral jellemezhető, és nagyon sokáig ez kisipari szinten is maradt a völgységben, és csak a 19. században születik az első gyár. Ez ugye a zománcgyár. Ezt meg ez egy nagy üzem azért a bánya, hiszen szenet fejtenek ugye a észak-keleti mecseknek ugye az előterében, és utána pedig megszületik ugye a helyi marhatartás bőr anyagára a cipőipar, illetve a bőrfeldolgozás mint ipar. Tehát ezek azok az iparágak, amelyek utána kiemelkednek ugye a kisipari szerkezetből. Egy grábolci kovács műhelyben vagyunk, egy Iflinger nevű német mesterember építette az épületet és működtette először a kovácsműhelyt, és amikor ő elhagyta 1944-ben Grábolcot és Németországba menekült, akkor utána, 45 után került ide a délvidékről Müller János, aki utoljára dolgozott ebben a műhelyben. Itt 40 tárgyunk van, közel 400 tárgyat kaptunk annak idején Grábolcról. Bonyhádon a Percelek városában nem lehet olyan hely a múzeumban, ahol ne emlékeznének meg a közélet hazai bonyhádi kötődésű nagyjairól. Egy új állandó kiállításban az Apponyi családot próbáltuk itt most kiemelni. Ennek oka az volt, hogy rendelkezünk egy szalongarnitúrával, egy hagyatékból kaptuk meg hőgyészről, tehát egy reformkori szalon, ami az Apponyiaké és az egyetlen arisztokrata családé, és egy személyiséget is emeltünk ki, Apponyi Sándort, akinek nagyon fontos szerepe volt, hogy a Apponyiak olyan hát feladatokat vállaltak a magyar kultúrában, mint a Festeticsek vagy a Széchenyiek, tehát a Megyei Múzeum alapítására gondoljunk, vagy a bronzkori kultúra, a lengyeli kultúra feltárása, a gazdag könyvészeti anyag, ami Apponyi Sándornak köszönhető, és az OSK-ban egy külön gyűjtemény, vagy az, hogy képes volt hagyatékilag a lengyeli kastélyt ugye a Magyar Nemzeti Múzeumra hagyni.
most újítják fel ugye a kuriális házat, tehát Percelmó szülőházát, ahol nekünk korábban egy kis emlékszobánk volt Percelmóról, Vörös Martiról. Hát remélem, hogy lesz majd ott egy kis sarok, ahol esetleg ezt meg tudjuk jeleníteni, vagy egy olyan terem, ahol ezt meg tudjuk jeleníteni. A Zöldség számos népcsoportnak lakóhelye. Élnek itt székelyek, svábok, felvidékiek. Ennek megfelelően mindenki képviselteti magát a gyűjteményben. A 20. század közepéig terjedő időszak sajátos etnikai viszonyai, ugye az a bizonyos 1945-47-es népességcserével alapvetően változtak. Továbbra is nemzetiségi vidék, tehát a svábság itt van, ha lélekszámban nem is meghatározó döntő, ahogyan 1941-ben így volt. Viszont új telepes csoportok jelentek meg, így legmarkánsabb arculattal a bukovinai széke és a felvidéki magyar népcsoport bír, és a színes etnikai kép így egészült ki, és hát ennek a megjelenítése, tehát a korábbinak és a mostaninak a megjelenítése az a mi küldetéstudatunk is, hiszen mindig törekszünk arra, hogy legyen német, székely, felvidéki vonatkozású, időszaki, állandó kiállítás, program, stb. Lőrinc Aladárné Vilma, a közelmúltban elhunyt népművészet mestere, alkotásait láthatják, de hát itt van Lőrinc Imre bácsi házmodellje, székely házmodellje, székely ládát raktunk ki. Minden múzeumnak vannak olyan rejtett zugai, amit a látogatók soha nem látogathatnak. Ám rengeteg érdekességet tartogatnak. Ilyen a padlás a Völgységi Múzeumban. Hát említettem ugye, hogy a Kovács műhelyben lévő 40 tárgy, a 400 tárgynak ugye a része. Hát itt vannak ugye a Kovács műhely apróbb tárgyai bedobozolva, és a kerámia gyűjteményünk, illetve a Schuster-áj a kaptafákkal, meg ami a mesterséghez kapcsolódó tárgyak, azok itt találhatóak. Szőcs Zoltán igazgató azt mondja, igen jelentős számban adnak ki kiadványokat, mert hogy az információ terjesztése fontos pillére a múzeumi munkának. Emellett időszakosan egy turisták tájékoztatásra is alkalmas iroda is működik a múzeumban, ahol minden információhoz hozzájuthatnak az érdeklődők. 22 taggal alakult meg a Tolna megyei Könyvtárbarát Egyesület az Íj és Gyula megyei könyvtárban. A könyvtár a napokban kapta meg a minősített intézmény címet, ennek értelmében pedig 5 évre szóló stratégiai tervet kell kidolgozniuk. A most alakult egyesület célja, hogy civil kontrollt gyakoroljanak a stratégia kidolgozásakor, mondta Liphauser János, a könyvtár igazgatója, az egyesület elnöke. Az Íj és Gyula megyei könyvtár az idei esztendőben vehette át a minősített intézmény címet. Ezzel lezárult egy folyamat, és új korszak vette kezdetét. Ez a jelenleginél is magasabb fokú feladatellátást tűz ki maga elé célul. Az intézmény vezetése úgy gondolta, nem akarnak ülni a bölcsekkövén, és létrehoztak egy civil szervezetet egyfajta szakmai kontrollként. Ennyi a rövid történet. Hát a Tolna megyei Íj és Gyula könyvtár azzal, hogy megnyerte, megkapta idén a Kultúra napján a minősített könyvtári címet, ez nem azt jelenti, hogy befejeztük ezt a tevékenységet. Ez egy folyamatos elköteleződés a minőség iránt, aminek új és új feladatai vannak. Ebből a szempontból nagyon fontos feladatnak tekintjük azt, hogy a könyvtár egyre erőteljesebb civil kapcsolatokat építsen ki. Nem csak azért, hogy együtt tudjunk működni civil partnerekkel, bár ez is nagyon fontos, hanem azért is, hogy legyen egy olyan fajta állandó visszajelzés a működésünkről, a belső döntéseinkről, legyen egy olyan fajta hozzánk érzelmileg elkötelezett, kötődő civilek részéről, aki nem mi vagyunk, tehát nem a saját magunk túlgondolt döntéseinek a csapdájába esünk bele. Ugye sokan ismerjük azt, hogy azt a jelenséget, hogy valami természetesnek tűnik, mert hogy mindig mi gondolunk végig. Kell valaki, aki rákérdez arra az egyszerű kérdésre, amit pont nem veszünk észre. Ebből a szempontból nagyon fontosnak tekintjük azt a fajta egyesületi formát, amiben tudunk magunkhoz kapcsolni olyan fajta civil partnereket, akikkel jól tudunk együtt dolgozni, akik komolyan gondolják azt, hogy a közös
hivatása Tolna megyei könyvtár ügyfejlesztése, és ebben a szempontból tudunk tőlük időnként tanácsokat kérni, időnként leellenőrizni a saját stratégiai döntésű céljainkat. A civilek teljesen másképp látják ezt az egészet, ők nem a hivatali részét látják, hanem azt, hogy jót csináljanak, és olyan történjen, ami eddig nem. Tehát nyilván itt a kapcsolódási pont, hogy az Egyesület olyan célokat érhet el, és olyan rendezvényeket csinálhat, olyan emberekkel találkozhat, olyan kezdeményezéseket indíthat útjára, amik eddig nem voltak. Nyilván ez a kettő találkozik, hiszen azért könyvtár barát egyesület, és azért lép be az ember, mert a könyvtár az neki nagyon fontos. De hogy megfogható könyvek még mindig vannak, olvasni kell, és nem feltétlenül csak internetes felületeken vagy telefonon, de az is nagyon jó, mert olvasni kell és haladni kell a technikával. De legyen a hely, legyen a könyvtár tényleg egy találkozási hely, ahol nem csak olvasunk, hanem történnek is dolgok. Erre nagyon jók ezek a civil egyesületek. Senki nem akarja elhallgatni, hogy a forráskutatás is fontos a döntés meghozatalában, hiszen vannak olyan pályázatok, melyek csak a civil szervezetek számára nyitottak. Intézmények nem mindenhova pályázhatnak. Nekünk már a könyvtárral 10 éves együttműködésünk van, próbáltuk segíteni a közös rendezvényekbe, vagy olyan rendezvények elérésében, amikre ők nem pályázhattak, és akkor közösen pályáztunk. Például erre is jó ez az egyesület, hogy akkor itt házon belül, a könyvtáron belül nem kell egy külső egyesületet bevonni, hiszen egy olyan csoporttal működhet együtt, akinek közös a cél, vagy egyformák a céljaik, azonosak a céljaik. Nyilván, amikor olyan kérdéseket tesznek föl, amit én nem biztos, hogy magamnak föltennék, vagy szeretnék föltenni, akkor a leghasznosabbat csinálják nekünk, közben az ember persze bosszankodik, hogy ezt a kérdést én nem vártam volna, és miért pont tőletek, de ha tényleg komolyan gondoljuk azt, hogy a minősített könyvtári cím azzal a felelősséggel jár, hogy egyre jobban és egyre tudatosabban fejlesztjük a saját szolgáltatásainkat, akkor ezekkel a dolgokkal szembe kell tudjunk néznünk. Egyértelműen szükségszerű egy holdudvar az intézmény köré, mely egyrészt szakmai kontroll, másrészt a közös jövőkép kialakításának és megteremtésének is részese, mondják az érintettek. Hogyha megindulnak ezek az apró különböző civil egyesületi formák, ezek megerősödnek, fölnőnek, megtanulják jól érvényesíteni a saját véleményüket, abból tényleg össze tud állni egy olyan alulról szerveződő társadalom, ami biztos, hogy jobban, rugalmasabban fejezi ki a társadalom véleményét, és jobban tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz, mint hogyha az egész egy különböző merev struktúrákon keresztül vezetődik csak. Ha ténylegesen jól találtuk ki az egyesület céljait, és jól találtuk meg azokat az embereket, akik ebbe szerepelnek, akkor számottevő, a mi véleményünktől kicsit eltérő vélemény is meg tud jelenni. Tehát, hogy az a fajta lehetőség, hogy fülünk a saját levünkbe, és megtaláljuk az okosságokat, ahhoz képest jön valaki friss szemmel rájunk néz, és azt mondja, hogy oké, értem én ezt a stratégiát, de ez miért van úgy benne? Az meg miért nem úgy van benne? És hogyha ezek a pontok előjönnek, akkor már nagyon sok segítséget kaptunk attól a civil egyesülettől, amit most létrehoztunk. Egy ismeretlen nyelvet kizárólag egyetlen módon lehet megtanulni, muszáj kommunikálni az egyik anyanyelvi használójával, azaz kérdéseket kell neki feltenni, hosszas társalgást folytatni vele és hasonlók, fogalmazott Ted Siang, amerikai író, a Nyitott Világ Alapítvány angol és német nyelvi táborának, valamint az érettségére való felkészítők során is a személyközi kommunikáció kerül előtérbe. Ezek a tanulók már rendelkeznek nyelvvizsgával. Most német nyelvből az emelt szintű érettségire készülnek a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerégy István szakképző iskolájában. Gancer Nándor diák szerint is az idegen nyelvek elsajátítása nagyon fontos, mert ezáltal tudnak érvényesülni. Neki már angol és német nyelvből is középfokú nyelvvizsgája van. Az a terve, hogy amíg befejezi a gimnáziumot, mindkét nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát szerezzen. Ezért is vesz részt a Nyitott Világ Alapítvány tanfolyamán. Most a tavaszi vizsgai időszakban szeretnék egy középszintű érettségit tenni, majd idén még az őszi következő tanévben, az őszi vizsgai időszakban egy emelt szintű német előre hozott érettségit. És ez a továbbtanulásban egyrészt a pontokban beleszámít, ezért jobb helyre tudnék vele bekerülni,
Másrészt viszont nagyon hasznos a nyelvtudás, hiszen külföldön sokkal jobban tudsz tájékozódni. Most voltunk kint síelni Ausztriában, és ott a helyi emberekkel tudtam beszélgetni, és ez tök jó, nagyon jó érzés volt, hogy tudtam kommunikálni az ő nyelvükön. Ez lehet, de das kommt darauf an, ez attól függ. Az érettségre való felkészülést a Nyitott Világ Alapítvány nyelvtanárai segítik, akik már 2 évtizede állnak a fiatalok nyelvoktatásának szolgálatában. A civil szervezet elsősorban a nyelvvizsgára készíti fel a diákokat, de a tudás szinten tartásában is nagy segítséget nyújtanak. Az általuk szervezett táborban rendszeresen érkeznek anyanyelvi tanárok angol, illetve német nyelvterületről. Ezek a pedagógusok nem csak új szavakkal, szófordulatokkal bővítik a diákok szókincsét, de az adott ország szokásaival, kultúrájával is megismertetik őket. A táborlakók egy része egyik évben német, másik évben angol nyelvi tudását csiszolja, hiszen manapság e két idegen nyelv ismerete egyre inkább szükséges a boldoguláshoz. Hogy egy idegen nyelv az lehet egyrészt cél, és lehet egyrészt eszköz. Így a mindennapi életben úgy gondolom, hogy inkább eszköz, tehát nem nyelvtanárok lesznek elsősorban a diákjaink, hanem orvosok, mérnökök, közgazdászok vagy bármi, és mindehhez nagyon jó az idegen nyelvtudás, tehát versenyképes szakemberek lesznek a világ minden területén, tehát ahova menni kell, ezért kell tanulni. És egy nyelvet tényleg beszélni kell, és a beszéd készségfejlesztését kell első helyre tenni. Ezt célozzák meg a tanfolyamaink is, és hát elsősorban a nyári nyelvtábor, ugye, ahol hát a diákoknak abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy külföldiektől tanulhatnak, tehát született angol, illetve német anyanyelvűektől, akiktől rengeteget tudnak tanulni, és nem csak tanárként vannak ők ott, hanem szinte baráti kapcsolat alakul ki köztük. Már most kérdezik többen a diákjaink közül, hogy akkor ugye a Simon jön, ugye akkor a megfelelő tanár jön, aki éppen most nincs Magyarországon, de nyáron, júliusban jönni fog, és a gyerekek így boldogan mennek. Az állandóság. Ez talán a legnagyobb erőssége a tábornak, mivel folyamatosan magas minőséget nyújtanak, azáltal, hogy egyenesen az Egyesült Államokból, Kanadából, illetve Németországból érkeznek anyanyelvi pedagógusok okítani a diákokat. Az állandóság mellett van példa azért változatosságra is, hiszen minden évben sok új fiatalt fogadnak. Így folyamatosan új és új pedagógiai módszereket is alkalmaznak. A tábort, sokszor maga a tábor szó talán nem is a legmegfelelőbb erre, mert az ember ilyenkor arra gondol, hogy ez egy ilyen játékos, pihentető valami, hát a mi táborunk nem ilyen, de ezt 20 éve tudják már, akik oda járnak. Ez komoly tanulásról szól, egész nap tanulnak, és minden óra más tanárral van, tehát hihetetlen koncentrációt igényel a diákoktól. Az, hogy a kultúrájukat a különböző külföldi tanárok hogy adják át, hát annak különböző módja lehet az, hogy egyszerűen beszélnek, tehát mesélnek. Most is az egyik tanárunk éppen Ázsiából fog hazatérni a nyári táborunk idejére. Az, hogy az élményeiről mesél, hogy ő ott mit tapasztalt egy más kultúrában, tehát ebből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. És egy nyelvet úgy is lehet tanulni észrevétlenül, hogy az ember csak hallgatja. Tehát akkor a kifejezések, szókincs úgy ragad rá, hogy nem veszi észre. Tehát ez egy nagy-nagy lehetőség a diákjainknak, és ezt évek óta csináljuk, ők ezt tudják és örömmel jönnek. Nincs az a fajta, hogy is mondjam, kényszer vagy szorongatás, hogy egy nyelvvizsgát kell megcsinálni, mert már megvan nekik. Na, ez egy nagyon nagy dolog, tehát igazából mi nyelvtanárok ezt élvezük a legjobban, amikor már nem azokat a rutin feladatokat kell csinálni, amivel sikeres nyelvvizsgát tesznek, hanem ezen túllépve érettségire készítjük őket, ami általában könnyebb, mint egy nyelvvizsga. Lehet ez egy emelt szintű érettségi is, ott is sok mindent kell tudni, vagy felsőfokú nyelvvizsga. És hát nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen csoportjaink is vannak, angolból is, németből is, ahol a diákokkal már élvezetesen tudunk nehezebb, bonyolultabb témákról beszélgetni, véleményüket tudják elmondani. Tehát ez nekünk is egy nagyon szép munka, tehát ezt csináljuk most is. Így a német nyelv mellett az angol nyelv elsajátítására is nagy hangsúlyt fektetnek.
A Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre szakképző iskolájában zajlik többek között a felsőfokú érettségi angol nyelvű vizsgájára a tanévet kísérő felkészítő. Továbbtanulásban is, és azért hát a kommunikációban is nagyon fontos, főleg ugye a mai világban, és majd az egyetemen szeretnék Erasmusszal, talán, hogyha egyszer lehetőségem lesz rá, akkor kimenni külföldre, és hát ahhoz is az angol nyelv az nagyon jól jön. A németből van nyelvvizsgám, és azt arra a nyelvvizsgára is a nyitott világgal készültem. De az már, hát azt már évekkel ezelőtt tettem le. Nekem az idősebbik nővérem is itt tanult, és ő egyébként Mártanének az osztályába járt a gimiben, és akkor ő küldte a nyitott világba. És hát igazából így, hogy ő táborozott, és mondta, hogy nagyon jó hangulatúak az órák. Úgyhogy ilyesmi úton kerültem ide. Kapunk egy könyvet, és tele van érettségi feladatokkal. Most egyébként emelt szintű érettségi feladatos könyvből dolgozunk, és akkor minden órán más csinálunk. Van, hogy olvasott szövegértést, aztán nyelvtant, most például pont hallott szöveget gyakorlunk, és hát szerintem nekem a hallott szövegértésben kell fejlődnöm egyébként az egyik legjobban. Voltam tavaly önkénteskedni egy fesztiválon, és ott például abszolút jól jött az angol. De amit inkább jobban tudok használni mostanában, az a német. Mert itt a Német Színházban dolgozom, ilyen szövegnyomkodóként vetítem a magyar szöveget, és akkor ahhoz kell egy kicsit, hogy a színészekkel is tudjunk kommunikálni. Úgyhogy most inkább a németet tudom használni így aktívan. Ma Magyarországon kétféle szempontból kell ezt megközelíteni. Ugye a nyelvtudás az mindenféleképpen fontos mindenkinek, bármerre is utazik a világban. Úgy gondolom, hogy elsősorban az angol, hát én szerencsés helyzetben vagyok, mert folyton ezzel próbálom a gyerekeket biztatni a nyelvtanulásra. Akármerre megyünk a világban, még Németországban is az angol az, amire elsősorban szükség van. A középiskolában viszont a diákoknak elsősorban azért, mert tovább akarnak tanulni, kell a nyelvvizsga a továbbtanuláshoz, kell a diplomához, majd később, úgyhogy mindenféle szempontból fontos, hogy legyen nyelvvizsga. A nyelvtábort nagyon szeretik, szerintem nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Azokat a gyerekeket, akik ilyen nagyon kis csendesek, zárkozottak, és akiket általában nagyon nehéz rábeszélni a nyelvtáborra, őket el szoktam rángatni, és aztán utána mindig megköszönik, mert az, hogy napi 3-szor másfél órát anyanyelvű tanárral vannak, egyszerűen elveszítik a gátlásaikat, vagy elkezdik levetkőzni a gátlásaikat, és felbátorodnak, sokkal ügyesebbek, nem aggódnak, mindig attól félnek a diákok, hogy ugye eltévezték, nem jól mondják, és akkor a tábor után ez ugye eltűnik. A Nyitott Világ Alapítvány által szervezett nyelvtáborra idén július közepén Vajtán kerül sor, immár 20. alkalommal. A Szekszárdi Garai János Gimnázium 10. alkalommal rendezte meg a Lázár Ervin nevét viselő országos anyanyelvi versenyt. Az idei esztendőben a csapatoknak Ady Endre költészetéből és életéből kellett felkészülniük. Kicipeltette magát Párizsba, addig versenynek semmi eredetisége nem volt, hiszen mindenki tudta, hogy lassan érő apár csak egy gyerek, míg költőtársai versenés a hagyományosra tisztult. Addig ő az egyszerű, bár hangsúlyos dalformánál maradt. Előszeretettel beszél nem illendő dolgokról, például istenkáromlás és szexualitás. Ez a vádbeszéd volt az egyik feladata a 10 csapat résztvevőinek. Természetesen, ahogy egy rendes tárgyaláson is illik, a védelem is megszólalt, magasztalva Ady Endre szellemi örökségét. A Lázár Ervin verseny egy évtizedek indult Szekszárdon, és a sikerét jelzi, hogy számos iskola tartja számon olyannyira, hogy évről évre visszatér a viadalra. A verseny kétfordulós, és a legjobb 10 csapat kap meghívást a szekszárdi döntőbe. Mindenféleképpen szeretnénk a mai korosztályt megszólítani olyan szerzőkkel, akik már nyilván nem kortárs szerzők a legtöbb esetben, hiszen valamilyen jubileumhoz kapcsolódik a kiválasztott alkotó. Törekszünk arra, hogy az úgynevezett
fiatal generáció is valahol érintve legyen ezekben a feladatokban, tehát a kreatív nyelvhasználatra, a kommunikációs készségekre, a játékosságra, a humorra és az együttműködésre alapulnak a feladatok. Az idei vetélkedő a vizuális kultúra köré gyűjtötte a feladatokat. Legfőképpen azért, mert a mai fiatalok képekben kommunikálnak elsősorban, a vizuális kultúra érinti meg őket leginkább. Ezért lebukok készítése szerepelt nyilván a gyűjtő feladatok mellett az első fordulóban, illetve már a döntőbe kerülő csapatok egy-egy képvers elkészítését vállalták, vagy készítették el plakát formában. Aztán a döntős feladatok tovább vitték az elődöntő feladatait, és a plakát versekhez drámajátékot kértünk egy kiállítás alkalmával, egy beszélgetés zajlott nyilván a csapattagok között, ahol a saját képversüket bemutathatták, illetve azt a kort is megidézhették, amelyben Adi élt. Sok mindenért érdemes megrendezni egy ilyen anyanyelvi versenyt. Én azt gondolom, hogy a nyelvhasználat és a nyelvi kultúra emelése az a napi munkában is fontos, ez meg nyilván a koronája egy ilyen éves folyamatnak. Másrészt mindig nagyon jó megidézni azokat a szerzőket, azokat az alkotókat, akik nagyon magas színvonalon és művesen használták az anyanyelvüket. Ez nyilván egy minta, és hát nem utolsó sorban az a közösségi együttlét, amit egy ilyen verseny jelent, és remélem, hogy úgy mennek el innen a versenyzők, hogy nem a drukkot élik meg, hanem azt a jó érzés és azt az együtt töltött időt abban a pár órában, amik velünk vannak. Az idő is egy relatív fogalom, ugyanúgy, ahogy ők utaznak együtt, és mindkét dolog ilyen megfoghatatlan, és az időt is néha annyira gyorsnak érezzük, és a versbeszélője is érezhette ezt az utazást, az utat nagyon gyorsnak. Nyilván ez a verseny, ez azokat szólítja meg, akiknek amúgy is van ehhez érzékük, és van motiváltságuk. Lehet, hogy alkotóként is valamilyen módon már foglalkoznak a nyelvvel, hiszen most például az egyik feladatban meglepő volt, hogy a tárlatlátogatás nem csak, hogy szövegkönyvbe ágyazták, hanem még versbe is szedték. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az itt lévő munkákat nézve és végighallgatva, reméljük, hogy ez egy ellenpont a hétköznapi tapasztalatokkal szemben. Melyek arról szólnak, hogy a fiatalok nyelvhasználata leegyszerűsödik, és a jövő felnőtt generációjának nyelvi kultúrája elkorcsosult. Ezt is próbálja felülírni a Lázár Ervin verseny. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!